Maradj otthon, nézzél tévét, tök sötét vonatokat mutat minden csatorna. Ennek a karantén videónak köszönheti, hogy a film alkotói rátaláltak. Mesélte el kameránknak Rák Zoltán, a Móricz Zsigmond Színház művésze, aki a Radics Béláról készült, hamarosan a mozikba kerülő film főszereplőjét alakítja. Valahogy az interneten ez fent maradt, és olyan típusú embereket kerestek, akik egy kicsit azért tudnak gitározni, vagy nem esik ki a kezükből teljesen a gitár, hogyha csinálnak totál felvételeket, akkor látszódjon valamennyi kis rutin egyrészt, és hogy korban megfelelő legyen. Azt mondták, hogy ez nagyon kevés ilyen ember van, aki, én pont 36 éves vagyok, mindjárt 37, mint a Radics Béla, sajnos 36 évesen meghalt, és nagyon kevés ilyen ember van, aki kicsit tud gitározni, és kb. Korban. És színész. A tragikusan fiatalon elhunyt Radics Béla életéről először forgatnak játékfilmet, noha személye idővel egyé vált a korabeli rendszer elleni lázadással, és emellett nem csak a magyar Jimi Hendrixként, de minden idők legnagyobb magyar gitárosaként emlékeznek rá vissza azok, akik élőben láthatták és hallhatták játékát, vagy épp együtt állhattak vele színpadra. Eleinte ez úgy indult, hogy ez egy angol száz dokumentumfilm. Játékfilm elemekkel. Na most a játékfilm elemek, azok meglódultak, és nagy részt játékfilm lesz a filmből, tehát 80% most már a játékfilmes elem, és 20% a dokumentumfilmes. Benne hagyták a forgatókönyvből ezeket a részeket, amik alapvetően dokumentumfilmnek indulnak, amikor a régiek beszélnek Radics Béláról, vagy például van egy jelenet, amikor Csernus Imre bejön a képbe, beszél erről az egész addikcióról, hogy ez micsoda, meg több barát, akik még élnek, vagy zenésztársak. De általában ez úgy néz ki, hogy ezek a zenésztársak, ezek mint szereplőként vesznek részt a filmben. Hrutka Róbert, Mátyás Attila, Rudán Joe, Vörös István, Vilmányi Gábor, Tiszai Vivien és még számos ismert és fiatal muzsikus vett részt a forgatáson. Radics Béla szüleinek szerepében Zsurzs Katit és Trill Zsoltot láthatja a közönség, sőt egy rövid jelenet erejéig még Csernus Imre, sőt Michel Wide is szerepel a mozivásznon. A zenés életrajzi filmet Klacsán Gábor rendezte, akinek jobb keze az Aranyszem díjas Grácz Márk operatőr volt. Rák Zoltán azt mondta, az eredeti terv az volt, hogy Radics Béla összes valaha volt és máig élő régi zenésztársát szerepeltessék a filmben, amelynek üzenete a színművész szerint egyértelműen az, hogy jobban kell vigyáznunk a nagyjainkra. Nagyon szomorú az, hogy elmúlt egy ekkora tehetség, és hogy nem kapta meg tulajdonképpen azt a lehetőséget, amit megérdemelt volna mind az akkori időnek a árnyékaiban, ugye nem teljesedhetett ki, fantasztikus tehetség volt, és nem csak Magyarországon, hanem talán egész Közép-Európában is hírekelt annak, hogy ő micsoda gitáros. Persze ma már vannak sokkal jobb gitárosok technikailag, viszont akkor ő volt az egyik első, aki ezt forradalmasította, és azt hiszem, hogy Radics Béla az egyik olyan ember, akinek köszönhetjük azt, hogy ezt a világot, ezt a zenei kultuszt, ezt behozta Magyarországra. Szerintem ő volt az első, aki valahogy valami módon tökéletesen lehallgatta a Jimi Hendrix és Eric Clapton nótákat, és hogy hatalmas élmény lehetett az embereknek, hogy hirtelen élőben ezt ott meg tudják hallani valahol. A Radics, a Megátkozott ember című filmet október 15-én mutatják be Budapesten az Eiffel Műhelyházban. A film forgatásával kapcsolatos kulisszatitkokról pedig Rák Zoltán a Weekend című műsorunkban is mesél. Vidd oda anyának, kicsikém, vidd oda anyának, meg akarja nézni.